Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a heti mozaikot, a Kistelekvárosi Televízió magazin műsorát látják. Mai műsorunkban kiderül, hogyan nevelik azokat a növényeket, amelyeket a város központjába helyeznek ki. Egy kunszentmártoni házaspár előadására látogathatnak el. És a Városi Pedagógus Napi ünnepséget is megtekinthetik. Tartsanak velünk! Kistelek város önkormányzata is csatlakozott a Virágos Magyarország versenyhez. Ennek apropóján stábunk meglátogatta a város fóliaházát, ahol megtudtuk, hogyan nevelik fel a növényeket, és milyen utat járnak be, míg a város központjába nem kerülnek. Itt vagyunk az önkormányzat fóliasátrainál, ahol a növények termesztése folyik, illetve nevelése zajlik. Innen kerülnek ki a város központba a különböző növényeink. Igen, már 2012 óta van szerencsénk saját magunknak megnevelni azokat a növényeket, amiket a városba később kiültetünk. Ez szépen fokozatosan épült föl, mert legelőször a legnagyobb fóliaházunk valósult meg termálfűtéssel, később már az öntözés is részben automatizálásra került, és gyakorlatilag a közmunka program keretében közmunkásokkal neveljük az egynyári növényeket. Később volt lehetőségünk pályázni évelő növények nevelésére, cserjék nevelésére. Egyedül talán a fák azok, amiket nem mi állítunk elő, az azért egy külön szakma. Azzal mi nem foglalkozunk, de az összes növényt, ami a városba kikerül, 100%-ban mi állítjuk elő. Magról elsősorban a pályázat ezt teszi lehetővé, de ennek is van értelme, hogy ugye munkát biztosítsunk, illetve saját magunknak már ugye több mint tíz év alatt kialakultak kedvenc növények, kialakultak egyszerű növények, és ezekből anyanövényeket neveltünk, és azokból folyamatosan szedjük a dugványokat, és ez is a városba kerül ki. Mi a pontos menete egy-egy növény, milyen utat jár be, amíg a városközpontba kerül? Hát gyakorlatilag januártól decemberig dolgozunk a fóliaházba. Vannak olyan egynyári növények, amiket már januárban elvetünk, annak mondjuk hosszabb a nevelési időszaka. És így januártól kezdődően magvetéssel foglalkozunk, illetve dugványozunk. Vannak olyan növények, amik nagyobb fényigénnyel vannak, nagyobb fényre van szükségük. Volt már lehetőségünk arra is, hogy pályázat keretein belül növénynevelő lámpákat beszerezzünk. Ez meg is történt, tehát gyakorlatilag bármit tudunk áprilisi fényviszonyokat biztosítani januárban kis területen. Ez ugye nagyon fontos, költséghatékonynak kell, hogy maradjunk. Illetve, tehát ott tartottam, januártól elkezdünk magokat vetni, és ahogy szépen haladunk bele a tavaszba, dugványozunk, illetve azokat a növényeket, amiket elvetettünk, ahogy nőnek, úgy cserepezzük, és májusba kerülnek ki a városba. Az évelő növényeket többnyire később kezdjük el vetni, annak nagy része ősszel már kikerül, és ugye az évekig a helyükön marad. Most, hogyha kiültettük a városba az egynyári növényeket, illetve kikerültek a muskátlik, akkor van egy kicsi kis pihenő, amikor rendbe tudjuk szedni a fóliaházakat, és júliusban már kezdjük az árvácskát vetni, illetve évek óta már vetünk nefelejcset, kéknefelejcset, illetve gyűszővirágot, ami a nagy kedvencem, és nagyon bevált, nagyon mutatós növény. Ezek ősszel kerülnek ki az ágyásokba, és leginkább majd tavasszal fognak díszíteni. Nyáron ugye fönntartási feladataink vannak, szeptember, október, akkor kiszedjük az egynyáriakat, a helyére kerülnek az árvácska, gyűszővirág, illetve a kéknefelejcs. Október végén időjárástól függően a középső házunkban, ahol télen egyébként ilyen 6-9 fokot tartunk, ott teleltetjük azokat a növényeket, amik nem fagy tűrőek, mint a leander például, vagy a szerelemvirág, a nagy dézsás növények, amiket most a parkba kint látnak az emberek. Ezeket a középső házba neveljük, és ott azért ott télen azok adnak feladatot. Van, amelyik megbetegszik, vannak meccési munkálatai, és akkor ezeket rendbe rakjuk, átültetjük, visszameccük, szétültetjük, ami általában van. Illetve a legkisebb házunkban, az egy fűtetlen fóliaház, ott azokat a növényeket tartjuk, amik egy kicsit talán kényesebb, vagy attól kényesebb, mert mondjuk még cserébe van, és attól egyértelmű, hogy akkor hiába fagytűrő, nem annyira tűri a fagyot, mint hogyha ki lenne ültetve, és akkor azokat is
visszük a legkisebb házba, és ott teleltetjük át. Ott is az is ad nekünk feladatot, mert a mostani telek mind a mellett, hogy nem olyan nagyon hidegek, ez ugye aszállyal is jár, mert nem túl csapadékos. Tehát arra is figyelnünk kell, kint a városban is, illetve itt a fóliaházban is, hogy ezek megkapják a megfelelő mennyiségű vizet, illetve hogyha szükséges, akkor tápanyagot is. Növényvédelem, az is nagyon fontos. Nyárhoz közelítve, milyen környezetet kell biztosítani a fóliába? Ugye a hőmérséklet az már adott, az viszont már azért vannak viharok. Igen. Vannak kiégesők. Milyen feltételeknek kell itt teljesülnie, hogy biztonságban legyenek a növények? Mi nagyon szerencsések vagyunk, mert amikor 2012-ben a nagyház épült, akkor én nem is mertem gondolni erre, a polgármester úr mondta, hogy legyen automata szellőztetésünk. És ez számomra nagyon nagy segítség, mert van rajta szélérzékelő, tehát hogyha jön egy nagyobb szél, akkor automatikusan becsuk a fólia. Hőmérsékletre van állítva egyébként a szellőzés, tehát automatikusan a felső bukók kinyitnak, illetve becsuknak, hogyha arra van szükség. Az alsó bukókat, azokat mi nyitjuk, csukjuk, de azt, hogyha megyünk haza, akkor mindig fölcsukjuk, reggel meg lenyitjuk. Tehát hétvégén van ezzel feladat, de ez egyértelmű. Hogyan történik meg a megfelelő vízmennyiségnek az adagolása? Láttam itt, hogy ilyen tálcákon vannak itt a növények, és alulról kapják a vizet. Hogyan lehet ezt kivitelezni? Igen, ez nagyon fontos. Évek óta gondolkodunk már árasztóasztalok beszerzésébe, ami ugye azért elég költséges, és most az idei programban, a mezőgazdasági program keretében tudtunk vásárolni 6 darab árasztóasztalt. Nagyon nagy segítség számunkra, időben is, mert egyre kevesebben vagyunk. Időben is nagy segítség, illetve sokkal hatékonyabb, mint a fölülről öntözés. Egy kicsit tovább öntözhetünk, mert ugye amikor a fóliaházban, tudom én, 35 fok van, de még nem értünk a végére az öntözésnek, akkor is azért az árasztóasztallal tudjuk biztosítani neki a vizet. Egyöntetűen kapja a vizet, egyöntetűen kapja a tápanyagot, mindegyik növény föl tudja alulról szívni. A levélre nem mindig jó, hogyha a levél, főleg ha nagyon meleg van, már fölülről vizet kap, gombabetegségnek forrása, illetve egyéb betegségek, meg hát mechanikai sérülésnek is, így ki van téve, megéghet, stb. Tehát mindenképpen ez nekünk az, hogy árasztóasztalaink lettek, ez óriási segítség. Érdemes, én telibe szoktam tölteni, mert akkor hamarabb fölszívja. Újra föl lehetne használni a vizet, nem szeretem újra fölhasználni egyébként, tehát ki szoktuk engedni. Megvárom, tehát benne hagyjuk addig, amíg biztonsággal mindegyik növény föl nem szívta a megfelelő mennyiségű vizet, és aztán egyszerűen csak leengedjük. Sokkal kevesebb vizet használunk egyébként, mint hogyha fölülről akár slaggal, vagy akár szóróval locsolnánk, lényegesen kevesebbet. Mert ugye mire teleengedjük a mindegyik kis cserepet, és ez nem is elég, mert az a tapasztalatom egyébként, ha fölülről locsoljuk, hiába hagyunk a víznek helyet, de a felső 1-2 centi az, ami átázik. Főleg, hogyha mondjuk kiszárad a növény, mert azért az is előfordul. És ez a hatalmas komplexum itt mennyi növénynek a felnevelésére alkalmas körülbelül? Ez most nehéz kérdés. Tehát a pályázat kereteiben, ha most így gyorsan csak egy gyors számítást végzek, kb. 10 000 egynyárit szoktunk egy évbe megnevelni, 8 000 az árvácskánk, olyan 4-5 000 darab az évelő növényünk, ez az, amit minden évben biztonsággal meg is nevelünk, illetve vannak olyan növények, vannak az anyanövényeink, vannak olyan növények, amik ugye áttelelésre kerülnek, fú, nem tudom, szerintem 10-15-40 000 növény. Ezt még itt soha nem számoltam. 40 000 növény biztos van. És az összes mind ide a kisteleki városközpontba kerül ki, ugyebár. Igen, igen, igen. Folyamatosan nőnek a felületeink, hál' Istennek. Van is rá igény. Így nekem is jó, mert kipróbálhatok új dolgokat, és ez mindig nagy kihívás. És mindig vannak beállt területeink, ahol már az örökzöldek, az évelők, a cserjék, ezek beálltak. Az is egyértelműen gondozást igényel, illetve vannak az újabbak, amit ahova jobban oda kell figyelni. Igyekszünk úgy ültetni, hogy ami nem egy nyári, hanem évelő, illetve cserje, minden esetben kerüljön alá szövet, és arra pedig mulcs. Ez
több okból. Egyik az, hogy kevesen vagyunk, nem érünk mindig oda, ahova oda kellene a gazolás szempontjából, és ez azért egy kicsit visszatartja, de visszatartja a vizet is, a nedvességet is, tehát kevesebbet kell öntöznünk. Ahogy a bomlik el a mulcs, az a tápanyagot is a növényeknek, tehát ez mindenképpen jó, illetve nagyon esztétikus, szerintem sokkal szebb, mint hogyha mindig egy kapált területbe lenne beleültetve. Mindig vannak kiemelt helyeink, egyértelmű, hogy a rendezvények szempontjából mindig az élvez prioritást, ami használva van, hogyha ilyen csúnyán akarom magam kifejezni, illetve az új területekre mindig nagyobb hangsúlyt fektetünk, jobban oda kell figyelni, kisebb a növény, új a növény, meg kell, hogy fogja, azt pótolni kell. Úgyhogy így működik nálunk a munkavégzés. Egy kunszentmártoni házas pár, Dezső Dóra és Szűcs Miklós látogatott Kistelekre május 28-án. Szűcs Miklós népzenész, a magyar énekszakos tanári állást cserélte fel a népzenész vándor életével. Énekének és hangszereinek köszönhetően bejárta egész Európát. Dezső Dóra a közművelődésben eltöltött 2 évtized után újra visszaállt a katedrára, hogy férjével a régi szerelmének, a versmondásnak hódoljon önálló estek formájában. Ők ketten történeteket, meséket, dalokat adtak elő férfiról, nőről, házasságról. Dezső Dóra és Szűcs Miklós látogattak el mai napon Kistelekre egy remek előadással. Mit lehet tudni a mai napról? Ez az előadás, elég régi előadásunk, már egy ember mög egy asszonya címe, és házasságról, férfinő szerepekről szól elsősorban. A műsorban népdalok, népmesék, balladák, történetek, de elsősorban népi történetek szólalnak meg, hangzanak el. Mégpedig azért, mert úgy gondoltuk, hogy a mai világban, amikor minden úgy dőlborul körülöttünk, és a házasság is egy elég nehéz műfaj és nehéz üzem, visszatekintettünk egy olyan korba, amikor az, ami elromlott, azt inkább megjavították, mint hogy kidobták volna esetleg a kukába, a szemétdombra, legyen az egy szekér, legyen az egy ruhadarab, vagy legyen az egy emberi kapcsolat. Épp ezért számunkra, mivel a férjem népdalénekes és mesemondó, én pedig az irodalomban szeretek inkább keresgetni. Ez a korszak, főként a régi paraszti világ az, ami mintaként szolgál számunkra. Mesélték itt, hogy népmesék és balladák is lesznek itt a mai napon. Mivel készült a mai napra? Mesét és dalokat fogok előadni. Ezek a mesék és az éneklés is manapság egy természetellenes tevékenységnek tűnik, de a kurta szavak birodalmában, amit ezeken a kézbefogható masinákon közölnek egymásnak, amilyen természetellenes az, hogy valaki egy 20 percig, negyed óráig egy történetet elmond, annyira izgalmas is lehet. Úgyhogy reméljük, hogy a közönség szeretettel fogadja azokat a történeteket, amelyeket itt ki fogunk gömbölyíteni. Kiknek ajánlanák ezt a mai napot? Kik jöhetnek el erre a mai rendezvényre? Nagyon érdekes az egész összeállítás. Elsősorban felnőtteknek készült, de azt tapasztaltuk, hogy mondjuk a felső tagozattól kezdve a diákok is szívesen veszik ezeket a történeteket. Márpedig amiatt is, mert nem igazán hallanak ilyet. Népdalokat nagyon ritkán hallanak. Egy érdekes tapasztalat, rendszeresen járunk iskolába, és hogy mennyire nem hallanak népdaléneklést, és mennyire nem hallanak férfit énekelni, hogy abban a pillanatban, amikor Miklós elkezd énekelni, főként a fiúk teljesen megőrülnek, megvadulnak, és elkezdenek sutyorogni, vigyorogni, van, aki hangosan nevet, mert hogy annyira természetellenes számukra az, hogy éneklést halljanak, népdalokat, vagy pedig olyan történeteket, amik minden alkalommal változnak. Mert hogy azok a mesék, amiket Miklós mond, ellentétben a népballadákkal, történetekkel, amiket én hozok, azok számomra is minden alkalommal meglepőek, mert soha nem hallom kétszer ugyanúgy elmondani. És ez a mai fiatalságnak, és igen, főként a fiataloknak, mert talán még az idősebb korosztály ismeri ezt az élményt, egy újdonság, hogy hogyan lehet egy történetet saját szavainkkal élvezetesen elmondani. Mennyire fontos felhívni a figyelmet arra, itt a fiatalok körében, hogy ápoljuk a hagyományokat, és kicsit foglalkozzunk a múltunkkal is. De ez valójában nagyon fontos,
ugyanis sok mindent el tudnak hitetni az emberrel, de hosszabb idő alatt a tapasztalatok a régmúlt értékek fele mutatnak, érdemes azokra figyelni. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai irodalmi estünkön. Én sok rendezvényen elmondtam már, hogy az én agyamban vannak eltárolva előadók, akiket nagyon szeretnék meghívni, de vannak mindig akadályok, hogy nem jönnek létre ezek a találkozások, és most nagyon boldog vagyok, mert egy olyan házaspárt mutathatok be önöknek, akik szintén az én listámon rajta vannak, és eljöttek hozzánk, és szeretném őket egy pár mondatba bemutatni. Szűcs Miklós és Dezső Dóra házaspárról van szó. Ők lesznek a mai esnek a mondom fellépői, és őket szeretném egy pár mondatba bemutatni. Szűcs Miklós népzenész, mesemondó. Hegedűn, kobzon, citerán, furuján és saját maga készítette alternatív hangszereken játszik. Énekének és hangszereinek köszönhetően bejárta egész Európát, Szicíliától Norvégiáig, Londontól Szibériáig. Sokszor táncegyüttesekkel, de főként a Jánosi zenekar énekeseként lép fel, amiről ezt írták egy kritikában. Szűcs Miklós az Alföldönnél, ha hívják, jön, megy és énekel. Olyan természetességgel, ahogyan beszél, jár vagy eszik az ember. Semmi tetszelgés, kimódoltság vagy művészi allűr nincs az előadásában. Éppen ettől hiteles annyira, amennyire Bartók énekesei lehettek. Szövegmondása is élményszerű, minden szavát érteni. Fiatal népzenészként megkapta a Népművészet ifjú mestere címét. Dezső Dóra, versmondó, művelődésszervező, irodalomtanár, drámapedagógus. Évtizedek óta mond verset, prózát, vezet kiállítás megnyitókat, rendezvényeket. Egészen a közelmúltig a Csongrádi Művelődési Központot és a Városi Galériát vezette nagy hozzáértéssel. 5 éve a közoktatásban dolgozik. 2021-ben Proúrbe díjat vehetett át Kunszent Márton emblematikus házaspárja. A kulturális életben meghatározó szerepük miatt váltak érdemessé a díjra. Fogadják őket sok szeretettel! Köszönjük szépen a kolléganő bevezetőjét, és nagyon köszönjük, hogy ilyen szép számban eljöttek, anélkül, hogy láttak, hallottak volna már minket korábban. Így ezt a bizalmat, amit megelőlegeztek nekünk előre, és köszönjük. A mai előadás címe Egy ember mög egy asszony. Adódik abból is a cím, hogy férjem szegedi származású, így aztán amikor a gyerekeknek mesélt, mindig ővel jöttek ezek a történetek. Ez az előadás házasságról, férfiról, nőről fog szólni. Azt gondolhatnánk, hogy a mai világban igen bátor az, aki a házasságról bármit is mer mondani, hiszen eléggé ingoványos a talaj, nem úgy, mint mondjuk 50 vagy 100 évvel ezelőtt. Egyetlen egy dolog van, amiért ezt a bátorságot vettük, a mögöttünk lévő 38 év és a 6 gyermekünk. Úgy gondoltuk, hogy talán valamit majd csak tudunk mondani erről a történetről. Az előadásban népmesék, népdalok, balladák, különböző történetek hangzanak el, nem csak házasságról, az elején ugyanis egy-két szentekről szóló történet is lesz, de ne ijedjenek meg, mert nem gyomorbajos történetek. Tehát inkább azt szeretnénk bemutatni, hogy a szenteknek igenis volt humorérzékük. Szóval egy olyan világba nyúltunk vissza, ami előttünk is példaként áll, mégpedig a régi paraszti világba. Amikor ami elromlott, azt megjavították. Ma ugye mindent kidobunk, 5-6 évre van csak hitelesítve, akár egy ruhadarab, akár egy kapcsolat. Régen ezt megjavították. Talán ezek a történetek segítenek abban, hogy,
hogy kicsit lássuk, hogy lehetne másként is. Mielőtt azonban a házasságra rátérnénk, Kunszent Mártonból érkeztünk. Városunk védő szentje Szent Márton. Épp ezért hoztunk olyan dalokat és történetet, ami vele kapcsolatos. Még egyszer mondom, ne ijedjenek meg. Volt humora. Szent Márton születik Magyarországban, Szombathelynek városában, Jogány vadságban. Időn 10 esztendőt elnődött volna, az bogányság vadságának őjelnek mondta. Mert akinek csak mese a tudománya, nincs esze. És nem fog fényes udvarokba jutni, ha nem tud ékesen hazudni. De akinek mestersége drága, az rátalál az igazságra két lódítás közt. Épp ezért mesélek most színigaz mesét arról, hogy két jó cimbora, 100 éve lesz ides tova, hogyan rossz útra tért. Az egyik kapzsi volt, és ezért gyötörte kincs, hír, vagyon. A másik irigy volt nagyon, nem volt nála irigye. Egyik kutya a másiket. Mert a kapzsiság olyan szerzett, sok ember gyalázatba kerget. Csak uzsorával ad hitelt, s minden mértéket elfelejt. A kapzsiságnak nincs határa. De nem jobb az irigység se nála, mindig sietős a dolga. Hát egyszer együtt lovagolt a kapzsi és irigy, és éne éppen előttük poroszkált a réten Szent Márton, a jámbor lélek. A szent hamar beléjük látott, s látott sok pogány gonoszságot, mely szívükben volt gyökerezve. Egy kápolnához értek közben, hol az út két felé haladt. Márton a két jó madarat magához int is, így beszél. Az én utam itt jobbra tér, de mielőtt elbaktatok, szívből segítek rajtatok.
Én volnék a derék Szent Márton, s bármelyőtök bármit kívánjon, kívánsága nyomban teljesül. S duplájában részesül, aki szavára várt, a társa. A kapzsit a kívánság rágja, fog a dupla kincsre vásik. Gondolja, kérjen csak a másik előbb a nagy kérés során. Szól is, hogy nosza, rajta jó komám, fundálj ki végre valamit. Az öreg minden teljesít, a szónak itt nagy ára lészen. Merész szűk, Markú, kérj merészen, s minden tiéd az ég alatt. De az irigy maradt. Elsőnek kérni nem buta, ott helyben ütné meg a guta, ha ő húzná a rövidebbet. Így aztán nem is szóltak többet, csak lestek, mint a süketek. No, mire vársz, hogy enne meg a jó fene, tört ki a kapzsi? A duplát én akarom kapni. Kívánj valamit szaporán, mert úgy megraklak jókomán, mint viszordó a szamarát. Az irigy megadta magát. Hát kérhetek, ha akarod, s mert erősebb a karod. De azt hiszed, pénzt kérek tőle? S te majd duplán részesülsz belőle? Hát abból ugyan nem eszel. Jó Szent Márton, szólt. Hagyd hát kívánságom. Folyassad ki a fél szemem, a komám meg, ha kérhetem, duplán élvezze ugyanazt. Fél szemem nyomban elfakadt. Állt a szavát a jó Szent Márton, a négy szemből nyomban oda lett három. Az eredmény oly egyszerű. Egy vak lett, a másik fél szemű. A kívánság lám bajba visz. Pogány népség volt, rossz komisz, sorsát szívére kiveszi. Arról se, aki megeszi. Szent Márton ró és szél nyomán, a ló kiszíne hátadán. Szent Márton kedve jó nagyon, a szor világben megfagyom, Szent Márton itt a lóhely.
hát azokban a régi időkben, amiről most itt kigyelmetök szín előtt számot akarok adni, röngyén voltak a dolgok. Ugye az ember dolgozott, az asszony pedig szorgalmasan csinált ezt azt a ház körül, és este, mikor már a vacsora csillag is fölgyütt az égre, az ember számba vötte, hogy ugye munka elvégezve, asszony szeretve, és akkor aztán még jutott egy kis idő, hogy azon a küszöbön mögvágott szép aranyszínű dohányszálakat beletömködjék a csibukba, és abból aztán tartalmas gondolatok fölaggatása véget, olyan bodor füstöket erögettek a kis konyhába, hogy az asszony, aki ott dolgozgatott közbe, hirtelen arra lett figyelmes, hogy ma alig lehet látni. És ezön látvány közben bizony mondom, nagyon sok asszony elgondolkodott azon, hogy mi a csodától olyan kaparatosan bűzös a dohánynak a füstje. És ha netalán önök közül ez a gondolat is megfogant valakinek a fejébe, akkor a továbbiakban támpontot fogok arra adni, hogy ez vajon mitől van itt a világban. Hát mindjárt a teremtés nélkül kezdeni. Már hogy a Teremtő Úristen, amikor a sötétséget külön választotta a világosságtól, ez önmunkája végeztivel kicsiny pihenő után, mindjárt a szárazföldet választotta el a vizek hömpölygő hullámaitól, s aztán az egész világot benépesítette növekvő lényökkel, amiket manapság egyszerűen növényöknek hívnak, azután pedig mindenféle ugráló, röpülő, száldosó, úszkáló állatokkal is, s végezetül pedig a Teremtő Úristen megteremtötte az embert, s nyomán pedig az asszonyt is. Hát, amikor elvégezte a dolgát, a mennyek pádumentumának közepire állított trónusra leült, s fáradalmába elkezdett gyönyörködni a teremtött világba. Há minden olyan jóra valóan működött, hogy tiszta öröm volt nézni. Hát, amint ezt az örömöt átélte az Úristen, s közben hallgatta a mennyek országában zöngicsérő angyalok karának gyönyörű énekét, hát egyszerű csak arra, hogy figyelmes, hogy valami illetlen zaj vegyül a mennyek karának éneki közbe. Hát ez az illetlen zaj pedig len állott van olyan szalárordításbú, kecskevinyogásbú, bagzó macskának a nyárvogásábú. S a Teremtő Úristen, akármilyen picinke volt az az illetlen zaj, meghallotta, mert olyan hallása volt, hogy a hölgyek tüzinek robajlásába is meghallotta a legkisebb fűszál növekedésinél, ha egy kis göröngyöt allébb gurított. S akkor, amikor a Teremtő Úristen ezt a zajt észbe vötte, mán tudta, hogy a mennyek országába pártütés tört ki. Elé hívatta Mihály arkangyalt, mert hogy ő volt a mennyei seregöknek a fővezére, s így szólott neki, Mihály fiam, tégy röndöt, a Mihálynak nem kellett kétszer mondani, főgyüre között. S aztán a pártütés fészkinek az álnok tevőjét grabancon ragadta, s az pedig nem volt más, mint a másik arkangyal, Luciferkó, akinek fényhozó volt a titulusa, megragadta a grabancát, Mihály arkangyal kurtára vonta, hogy erre meg arra, hát aztán Luciferkó ott a hebögött, ilyet, olyat, mindenféle szavakat, de Mihály abu nem hallgatott semmit, hanem rángatta a mennyország pádumentumának széle felé, hogy onnan letaszítsa a mélybe. Hát azt még el kell mondanom kigyelmetöknek,
hogy a mennyek országa végig be volt ültetve különböző dudvákkal, szagos, gyönyörű virágokkal, s hát, amint Mihály és Luciferkó ott tussakodtak a pádimántum széliné, ott volt egy ilyen magasacska dudva, de lila rózsaszín virágokkal, ilyen kis tőcsérke alakúak voltak a virágok, nagyon szerették a dongók. Aztán volt annak a dudvának ilyen nagy tojás alakú levele. Azt Luciferkó, hogy mögniessék rajta a gyalázat, hogy lelükik a mennyek országába, megragadta azt a dudvát a száránál fogva. Mihály arkangyal egy irdatlan utolsó taszított rajta, Luciferkó pedig abba a szörnyű nagy erőködésbe, hát ott magából egy kis illetlen zajt kieresztött, s az a kicsinke szellet, azt a dudvát a leveleinél fogva átajárta, de akkor már ki is szakadt az Luciferkóval együtt. Ment lefelé az alsó világba, ahol leért, Luciferkó összetörte minden porcikáját. Úgy tudják meg, kigyelmetők, ha ördöggel tanálkoznak, aki képzött ilyen dolgokba, ha mindjárt fölismeri, hogy patás lába van neki. De amelyik patás lábú ördög még sánta is, az a vezér ördög, az maga a sátán. És pedig Luciferkó ott sántult meg, amikor Mihály arkangyal ledobta a mennyek országába, de még sántán is azt a dudvát két kézében markolta, ott az illetlen szelletökkel körül pácolva, hát az a lila rózsaszín virágú, ilyen tojás alakú növényke, a bizony a dohány, s az, hogy olyan büdös a füstje, annak az a titka, hogy Luciferkó ilyen módon tötte elviselhetetlenné mindazok számára, akik a dohányzás élvezetébe nem részültetik magukat, de elárulom, még maguk a dohányosok is bizony büdösnek tanálják alkalmanként a dohány füst. Ha meguntad életedet, feleséged gyermekedet, állj gyere pajtás katonának, jaj, de hogy megyek, mert levágnak. Ne félj, pajtás, nem bántanak, csak a karddal tapogatnak, állj gyere pajtás katonának, jaj, de hogy megyek, mert levágnak. Ha nem tudtál imádkozni, megtanítunk dohányozni, állj gyere pajtás katonának, jaj, de hogy megyök, mert levágnak. Az igaz messiás már eljött, sokféle csodákat köztünk tött, a vizet is borrá tötte, a nász népet vendégülte Kánán mennyegzőbe. Egy nagy lakodalmat rendeztek, Jézust is elhívták vendégnek, őt követték tanítványi, mint a tyúkot a fiai Kánán mennyegzőbe. Az első tálételt fölhordták, Jézust is avval mög kínálták. Tetszött mindenben az étök, csak a borban volt a vétök Kánán mennyegzőbe. Szűz Mária, hogy ezt meglátta, bánatukban őket megszánta. Mondd el, fiam, boruk nincsen, az éjjét csöbb, kedvük sincsen, Kánán mennyegzőben.
Jézus, hogy vigasságot tönne, Szent Anyja kérési möglönne, parancsol ámeríteni, kútból hat vödröt tölteni, Kánán mennyegzőbe. A szolgák nagy gyorsan kigyűjtek, a kútból hat vödröt mögtöltöttek. Jézus borrá változtatta, ő csodáját mutatta, Kánán mennyegzőbe. Péter társaival vigalmal köszönti Poharát Andrásra, megsodorja a bajuszát, csak úgy iszta a borocskát, Kánán mennyegzőbe. Mert egyedül van, kéne néki valami társ. Gondolkodott az öreg, bément a műhelybe, s látta, hogy maradott valami anyag a világ teremtéséből. Na, eszegyúrta. Csak amóta baj, hogy mindenből eppe csak egy kicsike maradott. Volt egy kevés a macska ravasságából. Egy kicsike a kutya hűségiből, a kégyó simulékonyságából, az őzi kék szelítségiből, a nyulak félénkségiből, s a madárkák cserfességiből. Na, eszegyúrta. De nem lett elegendő. Noha nem, elalította Ádámot, s kivett egy darabocskát a bordájából. Azzal elég lett. Elkészült. Fogta az úr, s oda tette egy fa alá Ádám közelibe, s leste, hogy mit csinál. Ha egyszer csak Ádám megpillantotta Évát, oda menjen hozzá. Évacska pillogtatott, mint az űzikék, szelíden, félénken, de Ádám addig kétszínkedett véle, míg megbátorodott. Aztán volt öröm, azt se tudták, hogy játszódjanak. Így ment ez egy hétig, az úr örvendett. Egy hét után Évacska kezdett bart is lenni, és Ádám erőst megharagudott, s menjen az úrhoz nagy méreg. Ó, uram teremtő, majd vedd vissza ezt az asszonyt. Annyi bosszúságot szereznékem, hogy az már kibírhatatlan. Az úr visszavette Évát, s Ádám esent egyedül maradott. Lődörgött ide-oda, súgy se kapta a helyét. Egyszer aztán nem bírta tovább, oda állott az úr elejébe. Ó, uram teremtő, add vissza nekem Évát, mert erős tunalmas az élet nélküle. Az úr egyszer ráncolt a homlokát, s visszaadta Évát. Volt nagy öröm,
egy ideig. Kicsi idő múlva megint menjen Ádám. Ó, uram, teremtőm, hát vedd vissza ezt az asszonyt. Annyi bosszúságot szereznékem, hogy az már kibírhatatlan. Az úr esent visszavette Évács, Ádám esent egyedül maradott. Hát, volt, ahogy volt egy ideig. De kicsi idő múlva Ádám erős telunatkozott, pusztult el Éva után. És menjen az úrhoz. Ó, uram, teremtőm, add vissza nekem Évát, mert veszek el nélküle. Már oly unalmas az élet, azt se tudom, mit tegyek. Az úr erőst eszre ráncolta a homlokát, de azért visszaadta Évát. Nem tőlt el két nap. Ádám, jöjjön hozzá az asszonyt. Uram, vedd vissza! Nem! De uram, vedd vissza, mert eszem meg szájval. Egyen, akkor se veszem vissza. Tudd meg, ha véle nem tudsz élni, nélküle még úgy se tudsz. Úgy osszátok be a dolgot, hogy megegyezhessetek. Te tűrjél néki, s ő tűrjön néked. Nekem ugyan ne panaszkodjatok. Ádám nagy lógó orval elódolgott. Azóta kínlódik az ember az asszomból. Ez se vele nem jó, se nélkül. Lemegyek én a kertben kaszálni, a rózsától nem tudok rendet vágni. Tele van a rendem piros rózsával, tele van a szívem szomorúsággal. Mikor mentem az oltárhoz eskinni, édesanyám is elkezdett siradni, ég a gyertya előttem a feszület, nem tudom én megesküdjek-e veled. Csepeleg az esély, nem akar elállni, ez a barna kislány csuhajja, vélem akar hálni végre valaha. Addig barna kislány vélem nem hálhatul, míg az oltár előtt csuhajja, föl nem állsz mellettem végre valaha. Édes kicsi galambom, nincsen gatya madzagom, miért nem mondtad szombaton, hogy vegyek a piacon, hogy vegyek a piacon. Édes kis feleségem, mind elköttem a pénzem, egyet vágok a földre, kettőt feleségemre, legyen asszony belőle. Nékem olyan asszony kell, ha beteg is keljen fel és főzze meg a vacsorát, azzal várja oda-haza az órát. Nékem olyan ember kell, ha részeg is keljen fel és vágja föl az apró fát, hogy legyen mivel megfőzzem a vacsorát. Hozzon vizet, rakjon tüzet, vágjon fát, hogy legyen mivel megfőzzem a vacsorát. A régi időkben a Teremtő Úristen jobbján Krisztus Urunkkal ültek a mennyek trónusán, kettejük vállán, hol az egyikön, hol a másikon, ott állott a Szentlélek kicsinke fehér galamb formájában, és akkor Krisztus Urunk és a Teremtő Isten nézdögélték, hogy a világban miképpen mennek a dolgok. Hát, amikor valami helyén valót láttak itt a világban, bólintottak egyet.
De én mondom kigyelmetöknek, ilyen dolog ritkán akadt, mert legis leggyakrabban az emberi cselekedet nyomán a Teremtő Isten és Krisztus csóválta a fejét. Erről arra azt, amikor már elvásott a nyakuk a sok fejcsóválásba, akkor Krisztus Urunk fölegyenesödött, azt odaszólt Szent Péternek a mennyek országa kapujánál, hogy Péter fiam, készülődjél, mert a világba megyünk röndöt tönni. S akkor Szent Péter nekifogott a készülődésnek, a nem tartott olyan nagyon sokáig. Annyi bú volt, hogy a kapu mögül fölvette azt a göcsörtös somfabotot, azt belekerült a markába, ennyi volt a készülődés, már indulhattak is. Hát aztán elindultak a világba, ott a nagy hegyekbe, nézdögéltek jobbra-balra, de akár jobbra néztek, akár balra, mindig csak a zöldet látták ott a tömérdök erdők között. Azt az a sok zöldre zöld. Ha gondolják kigyelmetek, hogy fősóhajtott mind a kettő, amikor leérkeztek a nyílt alföldre, s meglátták azokat a gyönyörű, aranyló búzatáblákat, az vigasság volt a szívüknek. No, ebben a vigasságban Krisztus Urunk azt gondolta, hogy Péter ne talán elpuhultotta a mennyek országában a hivatalba, azért felelősségöt bízott rá, hogy Péter vezesse el itt az alföldön kettejüket a makói búcsúba. Hát, mentek, mendögéltek, akkor Péter vezetett, s ő neki talányos volt, hogy vajon pontosan merre kell menni. Már az, hogy merre kell menni, azt még csak-csak tudta, de hogy hogyan kell arrafele menni azokon a temérdek pusztaságokon, hát ott már kétségei voltak Szent Péternek, s amikor így a közepetájt voltak ott a nagy homokvidékön, akkor Péternek már kellett volna, hogy valakit útba igazítást kérjön. Hát nézd, erre felé, arra felé, de élő lelköt nem látott abban a nagy pusztába, egyet se, akit útba igazítást tudott volna nyerni. Időközben egy nagy virágzó szederbokorhoz értek. Hát azok a virágok, hogy nyíltak, fehéren, halványlilán, s azon a sok dongó, meg mindenféle zümmögő rovar. De a nagy zümmögésbe még hallatszott valami. S a Péternek volt az a jó nagy szőrös füle, s azzal aztán beléhatolt a szederbokor mélységös mélyibe, s hallotta, hogy az a zaj, de elszántan szüremködik kifelé. S az a zaj, ami két darabból állott. Volt neki egy első fele, az ilyen fenyegetően hangzott. A második fele meg úgy megnyugtat. Ez folyamatosan, egymás után. Ha gondolta magába Szent Péter, ehhez a zajhoz kell tartozzék valaki. Elhatározta magát, hogy nyomára akad ennek, s akkor, mivel tudta, hogy az ember Isten törvénye szerint él, de a természet szabályait se hagyhatja figyelmen kívül. Szent Péter tudta azt, hogy ilyen szálegyenesen a szederbokorban nem fog ő bemenni. Úgyhogy nem szégyöllötte, négy kézláb ereszködött apostol mi voltában, s amikor aztán a szederbokorba még egy kicsike járaton befurakodott, ott még hason csúszni se szégyöllött. Hát, ennek a buzgalomnak a végén alatt az eredménye, hogy tanált egy lábat. Azt még ott a szederbokor félhomályába is látta azt, hogy az a láb nem igen gyakran volt mosdatva, mégis megörült neki. Márhogy ennek a zajnak, és annak a lábnak valahol
egy embert kell tartalmaznia, s a buzgalmának az lett a vége, hogy megtalálta egészbe az embert. S nem más, mint egy pásztor vackolta be magát a szederbokorba, de olyan elszántsággal, hogy ő a délutáni szunyókálását az idők végzeteig nem fogja abba hagyni. Hát Szent Péternek ezzel kapcsolatban volt hozzátönni valója, először csak rözögtette a lábaszárát, lögdöste, hangos szóval ébrezgetni próbálta, útbaigazítás vége. De amikor látta, hogy ilyen mindennek semmi foganatja nincs, volt Szent Péternek az a halászhálókon térgesödött marka. Hozzal oda pofantott egyet a pásztornak az orcájára, épp csak akkor át, hogy nyoma ne maradjon, de akkor aztán mögre bent a pásztornak a szöme pillája, s azon rebbenésök időközébe Péter elkiáltotta, hogy útbaigazítást akarok kérni, és elmondta, hogy milyen irányba tartanának. Hát akkor azt a pásztor a lustaságát teljesen félretönni nem volt hajlandó, a száját nem nyitotta meg, de sóhajtott egy irdatlan nagyot. És ez a sóhajtás egyrészt azt jelentette, hogy jól odafigyeljen Szent Péter, mert nem fogja elismételni az útbaigazítást, másrésztről pedig azt, hogy most következik. Odafigyeljön, és akkor aztán a pásztor azzal a kevéssé mosdatott lábával lendített egyet, hogy láthassa Péter, arra van, arra kell menni, ott lesz a makói búcsú. No, Szent Péter ezt az útbaigazítást észbevötte, kikászálódott a szederbokorból, körülbelül ugyanannyi nehézség árán, mint amennyi árán bejutott oda, s akkor aztán Krisztus Urunk előtt szépen mündögélt, egyenesen a mögadott irányba. Hát jól elgyalogoltak már, amikor Péterbe ismét fölvetődött a kétség, hogy hát azért ezt az egy láb lendítést azért meg kéne erősíteni valahol, hogy bizonyosan célba találjanak. Hát aztán elérkeztek ahhoz az áldott folyóhoz, amiről úgy tartják az emberök, hogy görög dinnye illatú a vize. És amikor odaérkeztek annak a partjára, nem itt látnak egy ügyes kisleánka föltűrve, ott öblögeti a szép patyolat ruhákat, és hát akkor attól a kisleánkától ők kértek útbaigazítást, hogy merre menjenek Makó felé. És a kisleánka eligazította őket, hogy semmiképp se arra menjenek, hanem arra, mert ott árnyas fák alatt tudnak ballagni. És azon fölül még a korsaját is azon mód frissen megmerítette abból a görög dinnye illatú tisza vízből, és azzal megkínálta a vándorokat. Hát, amint elmentek, Szent Péter elgondolkodott, és olyan erős gondolatok forogtak az esze csigájába, hogy hangosan gondolkodott. A Teremtő Úristen pedig, Krisztus Úrunk hallotta a gondolatát, hogy lehet a világon ez, hogy az Úristen megteremtötte a férfi embert, belüljevőt bordából megteremtötte az asszonyt, s hogy a két teremtött között ekkora szörnyű nagy különbség legyen, hogy az az áldott szorgalmas leány, és az a tűzön mög nem égő lusta pásztor, hogy ezek között ekkora ellentét legyen. Krisztus Urunk pedig csöndes szóval ezen gondolatot még kiegészítette, és úgy tud meg, Péter fiam, hogy a házasság szentségibe az az égetni való lusta pásztor, és az az áldott szorgalmas leánka egymás párja lesz a házasság szentségibe, míg az ásó kapa el nem választja őket. Hát Péter ezen a szón úgy megbotránkozott, hogy az a nagy szakálla tiszta felborzolódott. Uram, ne tégy ilyet!
Hát a tüzet a vízzel összeelegyíteni! Add el, Péter! Figyeld meg a világot, ha mindig úgy van, hogy a szorgalmatos mellé egy kicsinkét lustább bacska kerül, viszont fordítva a lustább bacska mellé is egy szorgalmatos rendelődik. S ennek az a titka, hogyha a szorgalmasak egymás mellé állnának, hát azok még a csillagokat is lekaparnák az égről, a lusták egymás mellé szorulnának, ha nyáron éhen halnának, télen megfagynának kinyugba. Ezért így van a világon, tudd meg, Péter fiam, hogy a házasság szentségében mindig az egyik egy kicsit lustább bacska, a másik pedig szorgalmatos. Ez ennek az igaz történetje. Az úgy volt, legalábbis a legenda úgy tartja, hogy 1848. március 15-én találkozott Jókai Mór és Laborfalvi Róza színésznő, aki ugye híres volt arról, hogy fantasztikusan főzött. Meg is hívta Jókai Mórt magához, aki ott maradt vacsorára, majd ott maradt reggelire, meg ebédre is. Amint ezt Petőfi, az akkor még jó barát megtudta, azonnal rohant az idős Jókai néhoz, hogy valamit csináljon, mert most veszélytik el a fiát. Csak hogy a legenda szerint a gyomorbeteg, kákabélű Petőfi ezt az egészet nem érthette. Bezzeg Jókai igen. Mert miért házasodik a férfi? Tehát a mézes hetek gyönyörűségeiért? Hát nem biza, hanem az otthonért. De mi az otthon? Meleg szoba, mosolygó arc, puha ágy? Hát ez bárhol másutt is megkapni. Csak a tűzhelyt. Azt nem kapni meg sehol. Ez a nők valódi oltára. Ha tudnák a nők, minő varázshatalommal bírnak abban, nem hagynák, hogy bárki becsmérlőleg beszéljen róluk. Mert minden tálétel egy szerelmi vallomás. Vagy ellenkezője, egy csöndes válóper. Minden asszony alkimista. Aranyat főzhet a tűzhelye mellett, s jaj neki, ha akarna, de nem tud. A férj minden hibát elnéz. Ezt az egy kicsit nem lehet. Az asszony zongorázik, beszél franciául, angolul, énekel, rajzol, hímez fehéret és tarkát. Mindezt a férfi odaadná, ha nem kellene minden áldott nap elégedetlenül fölkelnie az asztaltól. Ez az egy kicsi hiba elszoktatja a háztól. S végül azt veszik észre, hogy már nem is élnek együtt. A szépség maga múlandó. Olyan kölcsön, melyet minden esztendőben vissza kell törlesztenünk egynehány százalékkal. Csupán a gyöngétség örök, és a gyöngétség nem önmagáért való önzés. A férj egészségének alapföltétele mindig az asszony érdeme. Mindig egy asszony alakítja a férfi egészségét és kedélyét. Nem volt, még az óperenciás tengeren is túl volt. Még az üveghögyekön is túl volt, de azért a korpakazlakon innet volt egy falu. Élt ebbe a faluba egy özvegy asszony. Módos asszony volt, tekintetős asszonynak hitták. Ló, ökör, szekér, fődek, mindenféle gazdaság. Oszt volt ennek az asszonynak egy fia. Jó megtermett gyerek volt. Bírta a munkát, de rettentően. Úgy az eszetokjával nem volt semmi baj, jó kemény feje volt neki. Csak ott benn az eszetokján belül kótogott a belül való dolog. Ugye a faluban azt mondták, hogy olyan kólé az özvegy asszonynak a fia. Félne deres? Hát én nem tudom, de ha biztos, hogy az a legény a nótát csak félig tudta. De már ott volt a korba, hogy kellett volna házasodjék, hogy az anyja
kiokosította, hogy hát fiam, eridj el, a fonalba ott vannak a lányok, ott készítik azokat az ügyeske fonalakat, ügyesködjél ti is körülöttük. Hogyan körül azt, édesanyám? Hát mindig csináld azt, amit a többiek, legyél egy kicsit szömes, járjál el a háztól, aztán boldoguljál, ahogy a legények már ilyen korukban úgy szokta. El is ment a legény, próbálta azt csinálni, amit a többiek, ugye a lányok milyen huncutok, ha mindig elejtették az orsót, valaki föladta nekik. Hát a lány, akit ez a legény nézett, az nem ejtött el semmit. De amikor a másik föladta neki az orsót, az is oda ment, lehúzta a lábáról a cipőt, az föladta neki, hogy ő is csinálja ugyanazt, amit a más. No, hát így haladtak a dolgok, de már a lányok csúfolták. Má úgy mindig kacagtak rajta. Hát aztán az anyja gondolta, hogy ennek nem jó vége lesz így. De voltak abban az a faluba, azok az ügyes öreg mámák. Na azoknak aztán a szájukban voltak olyan nyelvek, némelyik kiöltötte, hát a szoknya korcáig leért neki. No! Azt azok az öreg mámák a nyelvüket addig forgatták, addig csavargatták, még ugye a harmadik faluban volt egy, hát mondom, nagyon szegény leánka volt, de volt benne becsvágy, gazdáné akart lőni, hát szép is volt, a kis tűzrű pattant, azt azok a nyelvek úgy elsímogatták a kettejük dolgát, hogy hogyan, hogy nem, hát meg volt a eljegyzés. Kihirdették őket, s aztán meg volt a lagzi, a nagy igazságba egybekeltek, s a fiatal asszonykába. Gazdán élőtt, s akkor azt a fiatal emberrel is úgy együtt elkezdték az életjüket. Hát az úgy volt, hogy ugye a fiatal asszony a házi munkába járt elől, a fiatal ember meg járt ki a mezőkre dolgozni. Minden este meg volt a vacsora. S akkor aztán a vacsorából a fiatal házas ember nekiült, szödött belőle, kanállal szépen egyiket a másik után betötte a szájába, mögvacsorált, lefeküdt, de úgy vacsorált, minthogyha az neki valami kötelessége volna. Hát aztán kérdezgette tőle a fiatal asszony, hogy ízlette a vacsora, drága uram? Elég jó volt, de aztán ennyivel meg volt. Az ember feküdt lefelé, hát így morzsolták a napokat egymás után. Gondolta magába a fiatal asszony, hagyd elni, majd én főzök neked olyanokat. Hát aztán volt neki a bérma körösztanya. Annak volt egy olyan régi receptúrája, de foszladozott lapokkal. Alig látszott rajta az írás, de a fiatal asszony vette a fáradtságot, kibogarázta azokat a régi libatollal írott betűket. Főzött olyan ételeket az embernek, a tammék. Pástétomot is. No, de nem sok foganatja volt. Az ember bekanalazta kötelességszerűen az aznapra kiröndölt ételt a lábosból, vagy a tányérból. Az asszon hiába kérdezősködött tőle, ízlött, nem ízlött. Elég jó volt. Most azzal a vacsora el volt intézve. Így jutottak el az aratás idejéig, s a falusi világban az aratás olyan volt, hogyha három felé szakadtak volna, az is kevés lett volna. Az ember irányította kinn a mezőn a munkákat, az asszony meg a hátteret teremtötte, főzött, sütött a gazdaságot, otthon ellátta. Hát, hogyan, hogy nem, az aratás nagy dandárjába egyszer fölrakott egy jó kolbászos tarhonyát a sparheltre, s aztán szaladt az ezer dolga után, s amikor aztán este jut haza az ember, akkor az asszonynak eszibe döbbent, hogy a néha a fazekot ott hagyta. S hát aztán mi lett abból az ételből? Hát az csúnyán pocsékká ment. De úgy oda égett az a jó kolbászos tarhonya, hogy szinte fekete volt, de már nem volt már idő másikat föltönni. Mit volt, mit csinálni? Kirakta az asztal közepére az edényt, én maga pedig hátra szaladt a baromfiolhoz, hogyha az az edény ne talán repülni talál, hát útba az én elögyön. Hát, az ember bemőtt, az asszony hátul matott, figyel erősen. Hát csak annak csönd.
Még jobban figyel. Hát aztán a sűrű csönd, de már olyan csönd volt, hogy azt minden házasságban élő tudja, hogy az ilyen sűrű csönd a nagy történések előjátéka szokott lenni. Úgyhogy a fiatal asszony egy idő után kíváncsiságába bekukkantott az ajtó, hogy mi lehet annak a rettentő nagy csönnek a forrása. Mit lát az ember főtürekezve, kigombolkozva? Azt a nadrág szív, vagy három likkal meglazítva a derekán, ahogy ül a székön, azt a kanállal, de mélyen merít ám abból a pocsékká vált ételből. Hát az asszony benyit, belép, egy kicsikét köhög, hogy talán észrevennék, de még nagyobbat is kellett neki köhécsölni. Amikor aztán a nagy rágásban meghallotta az ember, és elsóhajtotta magát. Hé, asszony, hogy te ilyet még sose tudtál nekem főzni, mert ez pont olyan, mintha édesanyám főzte volna. Na, a fiatal asszonynak nem kellett kétszer mondani. Azután főzött az embernek, de olyanokat, hogy amit reggel főtött, ami estére vált belőle, azt adta ki az embernek. De annak úgy ízlett. Olyan lelke szerint való volt, hogy egész tekintélyt eresztött rajta. Talán még az eszekereke is helyre billent. Olyannyira, hogy a végén megválasztották a falu bírájának. Már hogy a jó házasságnak ilyen foganatja van, ezt így jegyezzék meg. Ez ennek a meséje. Nem megyek én Ajgó Márton, van én nékem hütöstársam. Hütöstársam, Jámbor uram, karon ülő kicsi fiam. Addig hívta, addig csalta, lóra kaptas, elrabolta. Elindulnak, mennek, hosszú útnak, rengetegnek. Találtak egy burkos páras, leültek az árnyékjába. Mónár Anna, édes kincsem, nézd egy kicsit a fejembe. Addig nézett a fejébe, míg elaludt az ölébe. Föltekinte feje fölé, burkos fának ága közé. Hát ott vagyok hat szép leány fölakasztva egymás után. Hely gondolám magába, a hetedik én leszek ma. Könyv szeméből kicsordul a Ajgó Márton orcájára. Miért sírsz? Miért sírsz, Mónár Anna? Nem sírok én, Ajgó Márton, harmat vagyon a faágon, az hullott le az orcádra. Hogy hullana harmat mostan, mikor éppen álló dél van? Készülj, Mónár Anna, indulj fel a burkosvára! Nem megyek én, Ajgó Márton, nem szoktam én mászni fákon. Mutass példát, menj előre, megtanulom majd ég tőled. Ajgó Márton fölindul, éles kardja visszahulla. Add föl, Mónár Anna! Mindjárt jó katona! Fölhajítá éles kardját, s ketté csapá gyenge nyakát. Úgy kell néked, Ajgó Márton, miért csaltál ki a házamból? Fölöltözik gúnyájába, talpig vörös Angliába. Fölfordul a jó lovára, s elindul a hazájába. Megállott a kapujában, s békiáltott udvarába. Hallod-e te, Jámbor gazda? Adsz-e szállást éjszakára? Nem adhatok, jó katona. Elhagyott a feleségem, síró gyermek tűzhelyemen. De attól ugyan adhat szállást, hallottam én gyerek sírást. Ejha így van, jerebé hát, eltöltünk itt egy éjszakát. Hallod-e te, Jámbor gazda? Van-e jóbor a faluba? Hozz egy kupát vacsorára. Ejha jóbor, messze vagyon, s gyermekemet kire hagyom. Míg az apja borért jára, én viselek gondot rája.
s hogy elmenjen, alig várja, s míg a gazda borért jára, kigombolá a dolmányát, megszoptatá síró fiát. Megszoptatta, megcsókolta, s a tűzhelyen elaltatta. Hogy a gazda megérkezik, sírást nem hall, csodálkozik. Tán a gyermek azért hallgat, mert a házban idegen van. Leülnek a vacsorához, s szól a vendég a gazdához. Hallod-e te, Jámbor gazda, egyet kérdek Felejreva. Feleséget, ha még élne, s élve hozzád hazajőne. Megszidnád-e, megvernéd-e, még éltibe fölvetnéd-e? Meg se szidnám, meg se verném, még éltibe föl se vetném. Én vagyok a feleséged, kivel elmondtad a hitet. Ők egymásra ösmerének, össze is ölelkezének, vígan is vacsorálának, s holtig együtt maradának. Keskeny pallons elrüppült. Tollászkodni már, mint varjú egy jegenye fára ült. S kinek ő azt mondja, kár, nagyba éri és nagy kár, hesmadár. Ő volt az, ki addig főzte Pörge Dani bocskorát, míg elvette a sinkóék cifra lányát, a terát. De most bezzeg, bánja már, váltik hajtja, kár volt, kár, hesmadár. Pörge Dani most ő benne, ha elbotlik, se köszön. S ha ott kapja, kibuktatja orrával a küszöbön. Pedig titkon oda jár. Szép asszonynak mondja, kár, hesmadár. Máskor is jön, hoz fehér pénzt, piros kendőt, egyebet. Neszelj ánya, mert mézesbor erősítse a szíved. Szépnek úgy nem tenni, kár. Hadd jöjjön hát a kasznár, hesmadár. Háborúság, házi patvar, attól kezdve van elég. De nem halik a szomszédba, Pörge Dani tűri még. A bölcső is ott van már, künn egy varjú mondja, kár, hesmadár. Asszony, jördög, vidd apádnak haza ezt a gyermeket. Ne a varjút, hol a puskám, útra meglövöm neked. Varjú azt sem mondja, kár, el sem is rebbenti már, hesmadár. Híre terjed a helységben. Tudjátok, mi az eset? Pörge Dani egy varjút lőtt, s Rebi néni leesett. Rebi lelke nem bunkál, de mint varjú visszajár, hesmadár. Gyilkost a törvény nyomozza, szegény Dani mit tegyen? Útnak indul, bújdosásnak, keskeny pallón átmegyen. Szembe jön rá a kasznár. Varjú látja, mondja, kár, hesmadár. Keskeny a palló kettőnek, nem térhet ki a Dani. Egy billentés, s lent a vízben nagyot csobban valami. Sok eső volt, mély az ár. Varjú látja, mondja, kár, hesmadár. Bújdosó az élte. Reszket, ha levél zörög, felbont sárkányt vesz kezébe, hajtja éh, megállj görög. Varjú mind kíséri. Kár, fennakadsz, te szép betyár, hesmadár. Most ebédre hollók, varjak, seregestül, aki van. De a szemét ne bántsa senki, azzal elbánok magam. Fekete volt, mint bogár. Asszony ott sír, mégis kár, hesmadár. Vörös lébék által ment a keskeny pallón. Most repül. Egy varjúból a másikba száll a lelke végnekül. S kinek ő azt mondja, kár, nagyba éri és nagy kár, hesmadár. Thank you.
Én az uramot sohasem szerettem. Nem is akartam hezzel menni, de ők erős nagy nemzetek voltak, mi meg szegények. Édesanyám s a testvéreim is addig mondták, míg hezzel mentem. Az emberemnek volt két fiú testvéres, azok esem már házasok voltak. A menyecskéik úgy öltöződtek, mint egy-egy lak. Gondoltam magamba, én es úgy öltöződöm majd. S lesz nagy házunk, s miféle. S hát milyen a fiatal, hallgat a szüleire. Én es hallgattam reájuk, s hezzel mentem az uramhoz. De én sohasem szerettem. Mikor jött Béa a házba, mintha egy nagy homály ereszkedett volna le rám, s mikor ment el, nékem jött föl az áldott. Már két vagy három esztendeje, és mikor házasok voltunk, s nem született gyermekünk. A másik két menyecskének sem született. Nem is mondták másként a faluban, csak a Kösmarci Ádám Öster menyei. Azt beszélték rólunk, hogy meddők vagyunk, s az akkoriban nagy szégyen volt. De én föltettem magamba, hogy már pedig én nem leszek a Kösmarci Ádám Öster menye. Volt nekem egy jó kis kamacskám a faluba, jártunk egymás életjébe. Egyszer, mikor az uram elment fuvarba, oda mentem hezzá, s mondom néki. Ne, édes komám uram, mit beszélnek a faluba? Azt beszélik, hogy meddők vagyunk, pedig az embereink magtalanyok. A Jóisten megfizeti. Segéljen meg engem. És akkor a komacskám megsegélt. Akkor született az Emré. Volt nagy öröm. Apósom akkor a keresztelőt rendezett, mint egy lakadalom. Az emberem nem bírta összefogni a száját a korcsumába, úgy veszedezett, hogy neki fia született. Hát, tölt múlt az idő. És kicsi idő múlva hallom, hogy zuhatolnak az asszonyok a faluba. És azt beszélik, hogy nem is az emberemé a gyermek. Gondoltam magamba, majd adok én nektek. Oda mentem a komacskámhoz, s mondom néki. Ne, komám uram, mit beszélnek a faluba? Azt beszélik, hogy nem is az emberemi a gyermek. A Jóisten megfizeti. Segéljen meg engem. És akkor a komacskám esent megsegélt. Akkor született a trézsém. Nekem egész életemben ebbe csak ez a két vétkecském volt. Csak kétszerket értem le az igaz útról. És most, hogy én már ilyen öreg vagyok, gyakran gondolkodom azon, hogy ha meghalok, vajon a Jóisten a jobbja felől veszem-e? Hát most gondolják meg, az én két vétkecskémből hány lélek dicséri a Jóistent? Emrémnek lett 6 gyermeke, Trézsimnek lett 8, és azoknak is a gyermekei. Hát biztosan a jobbja felől veszem. Mert higgyék meg nekem, ezen a világon a legnagyobb dolog a szerelem. Ha nincsen társad, vagy szeretetlen társval kell élj, olyan, mintha örökké homályba volna. De ha szeretsz, s téged ezt szeretnek, magad virág vagy, s örökké süt le rád a nap. Ah!
Május 31-én a közelgő pedagógus nap alkalmából a Klebelsberg Művelődési Házban köszöntötték a város pedagógusait. A délutáni összejövetelen a nyugdíjba vonuló tanárokról sem feledkeztek meg, ők oklevelet és ajándékot kaptak. A következő percekben a pedagógus napi köszöntést tekinthetik meg. Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket és őket a pedagógus nap alkalmából. Ennyi bevezető után adásom szakmai táncokat a Vizsgőzeti Iskola vállalóknak, tehát szerintem semmilyen szecsőkodjáltak. Thank you.
Érdevezető után hasonló tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm szépen, hogy ilyenkor egy picit együtt lehetünk, és a város polgármestere a város nevében hadd mondjon ki egy köszönetet. A köszönet sokszor nem sok, de nem árt, hogyha a másik szemébe nézünk, és elismerjük azt, ha tette azt, amire egyébként a gyerekeink vágynak. Én lehettem egy héttel ezelőtt az egyik óvodába is, ma pedig a másik óvodába is egy ballagásot. Az ember mégiscsak meghívják, mint polgármester, és egy picit más szemmel nézett, hiszen most épp nem szülőként jelenek meg, hát az is volt már 6-szor, hanem mint a városvezetője. És jó látni azt a fajta gondoskodást, azt a fajta szeretetet, amit ti, óvodai pedagógusok, ott akkor adtok. Jó látni a szülőket, akik egyébként látszik azt, hogy milyen őszinte szívvel rátok bízták a gyerekeiket. És jó látni minden megjelentet, hogy te Úristen, milyen kis. És aztán, amikor az általános iskolába megyünk egy ilyen nagyobbként, én most leginkább oda járok, és valamelyik nap, kedden és csütörtökön ment valamennyi kisgyerek Budapestre az állatkertbe. És tudjátok, ahogy ott sorakoztak a gyerekek, és ti tanítónéni, tanárnéni, hát mint a tyúkanyó, tudjátok, mikor talál az udvaron egy magot, azt mindegyiknek oda akarja adni, kis csirkének, ahogy terelgettétek őket, vigyáztatok rájuk, ahhoz nem biztos, hogy elég a köszönet. De nagyon jó érzés nekünk szülőknek, hogy ti tanárként, tanítóként, pedagógusként, hozzátartozóként vigyáztok rájuk. És amikor egy kicsit föntebb megyünk a gimnáziumba, amikor azt látom így kívülről, hogy már félig haver is sokszor a pedagógus, akkor azt láttuk, hogy lehet mondani sok minden. De jó ki van találva az, hogy a ti hivatásotok, a ti végzettségetek az arról szól, hogy átadni valamit, ami nem csak matematika, és nem csak környezet, hanem egyfajta nevelés, egyfajta szeretet, egyfajta útbaigazítás. Egy szár rózsa az csak egy jelképes dolog. Az, hogy itt vagyunk, az egy alkalom, arra, hogy köszönetet mondjuk. De mégis őszinte szívvel köszönöm, hogy vagytok, és vannak, és köszönöm szépen szülőként is, hogy a legféltettebb kincsünkre vigyáztok, vigyáznak, és őket úgy terelitek, hogy biztos a legjobb tudásotok szerint az jó irányba haladjon. Isten hozott valamennyi ötöket, köszönöm szépen, itt vagytok. És köszönöm szépen Szombathelyi Árpádnak, hogy ő is, mint az Oktatási Bizottság elnöke, mindig az egyik legfontosabb feladatát tekinti, hogy igyekezzen mindenkit itt együtt látni. Köszönöm szépen! Mi már elmondta egy-két köszöntő mondatot a legelején a rendezvénynek, de néhány szóval én is szeretném azt vázolni, hogy milyen fáról is érteni a fejlőtán. A pedagógus nap az 1951 óta ünneplendő, egy csöndes ünneplendő pedagógus nap, olyan, mint az anyák napja. Ebből az alkalommal nem csinálok lakodalmat, nincs tulajkodás, tajtajozás, vagy legalábbis nem nyilvánosan. És azt gondolom, hogy nyílik ide Németh Lászlótól egy idézet. A Németh László orvos főként, de esztéta, színműíró, regényíró, mindenki tudja valószínűleg, hogy ki volt ő, sajnos már nincs a sorban. Nagyon egyszerű gondolattal lázolta a pedagógus szerepét. Azért vagyok pedagógus, mondta ő, hogy a természet gyémántját
kellő szépséggel és akarattal csendben listáját csiszolgassa. Szerintem ebben minden benne van. Benne van az, hogy ti itt ültök is, és ez az idézet tartalmilag rátok vonatkozik. Benne van a csöndesség. A gyermek az egy oszlopa a világnak. De az oszlop nem ér semmi támasz nélkül, hogyha nem család veszi körül. Tehát a gyermek és a család az oszlopa a világnak. De ez a kettő sem mutat teljes egészen jól, hogyha nem állott a pedagógus. Így azt a szociológiai hányadot, vagy szociometriai egységet, amit elmondtam, alkalmazva a felmérések kapcsán, akkor elmondhatom, hogy minden három pedagógusra és pedagógus segítő pedagógus munkával kapcsolatban lévő személyre jut gyakorlatilag egy tized gyermek. Az azt jelenti, hogy ezek a tizedek, hogyha megfelelően kiszorultak, akkor 30 gyermekre jutó pedagógus létszámot adja ki. Hál' Istennek ez a mi országunkban megvan. Nagyon klasszikus régi dolgok vannak itt, amik kapcsolatban hozhatók, gondoljatok a Mária Terézia iskolákra, a Klebersberg iskolákra, az 50-es években is reformjára és reformátában mindig közelítünk a tökéleteshez. Megmutatok mindenkit, soha nem fogok. Tehát a gyermekek oktatása, nevelése, a gyermekek életének szépítételével kezdődik. Ezt a oda nyújtja szerintem nem csak a szép óvónőke, hanem az is, amit ő csinál. A minőségi ugrás az a gyermekek általános iskolába való járását jelenti. Minden további mondat fölöslegesben ugyanaz a pedagógusnak erőjét, amit az óvodában, csak egy kicsit bővített egy ilyen spirális rendszerben. Az végig megy az általános iskola és a középiskola. A középiskolában már minőségi tanulmányokat saját szándékok szerint is belekerülnek a tanulók, nem csak a tanári munkát, de erre mutatok előstem, hogy itt már haverkodás is megy a tanárokkal, más az emberi minőség. És jön az egyetem, hát sajnos nekünk nincs egyetem, mint a kisvárosoknak még lehet. A pedagógus napon szoktunk elbúcsúztatni nyugdíjba menőket. Ez nem azt jelenti, hogy hétfőn már nem kell bejött dolgozni. Tehát lehetségesen egyáltalán mennek nyugdíjba a tanárok egy időpontban. Most három van a kis telepi pedagógus úgy segítők között, akik nyugdíjba fognak fogni. Nem lesz nagy borulás. Egy hölgy és két férfi ember, kevés ahhoz, hogy egy nagy tudás legyen, de nagyon hosszú időt és sok-sok évet eltölthettek ők a körünkben, és szeretettel látjuk Júli, amikor valamiféle oka van, hogy összegyűjtünk, tehát nem kell otthon valami hátra fogni. Megkérjük a polgármester úr kedves segítségét, mert nem tudjuk ennek a tisztáságon. A Szalkai Sándor írják is, amelyet a nagyját jövődés. Gabi ma is ott él. Ő mindig úgy érezte, hogy a gyerekek között érzi
Egy kitérés után először a Kocskai úti óvodában, majd annak megszűnése után az ifjúság téli óvodában dolgozott, és ma is itt a munkahelyet, bármelyben is hívják. Babit én 2001-ben ismertem meg, amikor Kistelekre kerültem. Ő volt a gondozó a csoportunkban. Nagy segítség volt számomra. És ismerte a gyerekeket, hátterüket, az óvoda szokásrendjét, minden apróságot oda tudott figyelni. A klasszikus pedagógus munkáját segítő ember most is. A csoportjában lévő pedagógusok szeretettel és tisztelettel beszélnek róla. Mindig átlátta a helyzeteket, otthonosát tudta tenni, bármilyen környezetet az óvodánkban, azokból a dolgokból, azokból a csekélyekből, amit talál. Mindig tudta, hogy mit hol keresünk. Akár a tűt a szélikazalban is megtalálta. Ha valaki úgy érezte, hogy elolvasztott a csoportjában a káosz, Gabi megjelent és kisimult minden. Jó szervező és irányító képességét sokszor kamatozott. Ma úgymond problémás gyerekekkel is mindig megtalálta a hangot, jól tudta őket kezelni. Nagy szükség lenne továbbra is az ilyen dolgozóknak, mint ő. De hát úgy döntött, hogy most egy kicsit szeretne pihenni, ami még lehetősége van rá. Mikor minap számba vettük azt a 40 évet, amit eltöltött velünk, magunk is elcsodálkoztunk, hova telt el ez a sok idő. Fel tudtuk ugyan belőle idézni néhány pillanatot, de az idő óriósan elszaladt. Köszönjük azokat a szép perceket, pillanatokat, amelyeket veled élhetünk meg. Hiányozni fogsz, de reméljük, soha nem felejtesszel a bennünket. És azokat az emlékeket megmosod csak a köszönjük, hogy azt érdekes. Ahogy így veletem ezt, és rád nézek,
elgondolkodok rajta, hogy vajon hogyan is állíthattad meg az időt. Azt hiszem, hogy ez az örök vidámság munka, és ez a sok-sok jókedv optimizmus, az biztos, hogy egy nagy segítség volt számodra. Ez a sok-sok nóta és fixó, amit jelzem, és itt elnéltek a kollégákra, hogy néha az agyunkba is mész vele, de biztos, hogy egy nagyon jó módszer arra, hogy most így fiatalosanítáljál, tehetem. Szantestületi művészetésről dolgozói között szinte nincs olyan ember, akinek ne dolgoztál volna az alkonában, ne festette volna a falakat, ne barkácsoltál volna valami, vagy segítettél volna a háztörői teendőkben. Néhány hete nálunk is megfordultál, és álmodozva néztem, ahogy a lépkádon lépkedve szépítetted meg az okolónkat. És akkor egy kicsit ugye elgondolkoztam, hogy meg láttam, hogy ez hogy te mekkora alázattal nyúlszat esetet. És az a szakértelem, és a munkát szeretete biztos, hogy egy nagyon-nagyon nagy segítség abban, hogy ilyen fiatal vagy. De ez mind csak apró részlet. Nagyon-nagyon sokat beszélgetünk, és azt hiszem, hogy tudom a titkodat. Kisfiad Ádám születése óta, szinte eszedágában sincsen, hogy ne öregedjél. Hát Tomi, te vagy a művészeti iskola, Sisák Tomia. És nagyon boldog vagyok, hogy még jó sokáig. És nagyon remélem, hogy jó sokáig, ami Sisák Tomi. És amíg velünk vagy, és nem öregszel, addig szinte biztos, hogy amikor én reggel befordulok a sarkon a biciklimmel az iskolán felé, és leszállok a bicikliről, akkor te leszel az első ember, akivel találkozom, amint éppen a kerekédet támasztod. És amikor megkérdezem tőled, hogy na mi a helyzet, Tomi, mi az újság, akkor azt fogod mondani, hogy minden fasznak.
közösség többi tagja pedig majd még kiegészíti ezt. Csányi József 1959. február 19-én született Szegeden, általános iskolai tanulmányait Balázsnyán végezte. 1977-ben érettségizett a Sárvári Endre gyakorló gimnáziumban. Ebben az évben kezdte meg főiskolai tanulmányait a szegedi Juhász Zsolton elképző főiskola biológia földrajz szakán levelező tagozatnak. 1978. január 1-én kezdett dolgozni Kisteleken, a Petőfi Sándor általános iskolában. Pályakezdőként képesítés nélküli nap közisnevelőként tevékenykedett, később biológia és földrajz szakos tagtanárként dolgozott. 1990. szeptember 1-től 1998. augusztus 31-ig igazgató helyettesi feladatokat látott el, 1998. szeptember 1-től 2014. augusztus 16-ig az intézmény igazgatója volt. 24 évvel át dolgozott vezetőként, minden nap Kisterekváros gyerekeiért, pedagógusaiért. Munkája elismeréséért címzetes igazgatói címet kapott 2014. augusztus 19-én. Pedagógusként és vezetőként is sokat tett az iskola arculatának kialakításáért, a kiemelkedő szakmai munka megvalósításáért. A színvonalas oktatás megteremtése és biztosítása egész pályafutását végig kísérte. Több átszervezést, iskolabővítést koordinált és támogatott, a megvalósuló pályázatokkal nem csak infrastruktúrális fejlődést, hanem a tantestület szakmai megújulását is fontosnak tartotta. Vezetői tevékenysége, aktivitása nagyfokú empátiával és humánummal párosult, ami a munkahelyi a szülőkkel és a diákokkal való kapcsolatot igazán pozitívvá tette. Évtizedeken keresztül szervezte és vezette az iskolai vándortáborokat, ahogy már említettem, megszámláltatlan élményt nyújtva több generációnak. 2014-15-ös tanítvány nem vezetőként, hanem szaktanárként vesz részt az intézmény életében. A Kisteleki Általános Iskola és Kollégium a sok átszervezést és névváltozást követően is Csányi József tanárú első és egyetlen munkahelye a mai napig. Feladatait mindig pontosan, megbízhatóan végezte, döntést körültekintően megfontoltan hozta meg. Kollégáit, tanítványait mindig támogatta, megbecsülte. A mai nap azonban csak egy állomás ebben az életünkben, hiszen nem búcsúzunk. A következő tanítvány is számítunk oktató, nevelő munkájára, mert ez további jó egészség. Közös életutunk is egészen régre vezethető vissza. Még a 1980-as évek közepén, boldogult első tagozatos koromban én a biológia, földrajz, tudományok mindegyikét tanároktól sajátíthattam el, illetve azon a bizonyos föld, víz, levegő fakultációs órákon, amikor én még nem tudtam, hogy ez már az élménypedagógia, sőt a kiscsoportos oktatás, hiszen olyan kis csoportban történt ez a fakultációnak a megvalósítása, hogy mindannyian megértünk, hogy kb. 80-an a bordába, és azzal vittél ki bennünket a papfenyvesbe, meg az erdei pihenőbe, ahol közelről tanulmányozhattuk a biológia és a földrajz tudományokat így szemléletesen. Én köszönöm ezeket a természettudományos tantárgyak iránti elköteleződésedet, és azt a munkát, amit ott velünk végeztél, hiszen azt gondolom, hogy a mai napig felejthetetlen élményekben volt részünk. És hát az életutunk úgy hozta, hogy 2014-ben én követelett téged a Kisteleki Általános Iskola intézményvezetői posztján, ennek immár 10 éve, és én azt gondolom, hogy addig is, és mind a mai napig bennünket a kölcsönös tisztelet, az elfogadás és az empátia jellemez, mind a magánemberként, mind pedig a munkakapcsolatunkban. És valóban, ahogy Erika mondta, a mai nap nem a búcsúnak az ideje, hiszen a következő éves tantárgyfelosztást úgy készítettem el, hogy szerepelsz benne, és természetesen nem, hogy várunk vissza, hanem bele tervezünk még a következő néhány évet, amíg
gondolod, hogy valóban még tevékenykedni szeretnél a kistelepi gyerekekért, az üdvihárok gyerekekért. Én azt gondolom, hogy ehhez semmi más nem kívánható, csak jó egészséget a továbbiakban is. És köszönjük szépen. Szerintem nem sokan vannak előtte, aki annyi időt töltött Józsi kollégája címszó alatt egy épületben, tanévek számában, tanításnapok számában, mint én. Ha valaki többet töltött el nálam, az hát bő, egy-kettő talán, nem számoltam ki ma. Viszont azt igen, Józsi, hogy ennek kapcsán te életed több mint felét velem töltött. Ez a nagy beismerések nap. Fiatalabb voltál akkor, amikor én ide kerültem 91-be, mint amennyi időt utána eltöltöttél vele. Én ezt nagyon köszönöm neked, mert én azt gondolom, hogy az én tájékozódásomat, az én pedagógiai munkámat nagyon meghatározta Józsi személyisége, és én ezt nem csak a magam nevében, én azt gondolom, nagyon sok kollégám nevében mondhatom, hogy az ő ember szeretete, az ő hatalmas szíve, az ő segítőkészsége, az ő humorérzéke mindenen át segített bennünket. Tényleg azon volt, hogy egy olyan jó tantestületet hozzon létre, és annak aktív részese legyen, hogy jó érezze magát az ember benne. Én ezért nem tudtam még elmenni Kistelekről, és most már nagyon várom a nyugdíjat, hogy találjuk helyre mondjuk így. És tényleg azt szeretném mondani ezzel, hogy én megörököltem Józsitól a vándortábort, ha bár én már nem bírok vándorolni. Én csak egy helyre táborozom. Megörököltem tőle azt, hogy mindenkihez kell, hogy legyen egy jó szavam, és mindenkit segítsen. Azt, hogy közben vezetőként, kollégaként megbeszéljük a problémákat, de hogy segítsek megoldani a problémát, ezt is tőle tanultam. És én tényleg mindent köszönhetek neked, Józsi. Hát azt nem, hogy szemüveges lettem, és most azt a fiatal, jóvágású fiatal ember csak szemüvegben látom itt már, mint a 91-ben látjam, de nagyon jó érzés, hogy még mindig itt van. És a múlt héten történt egy olyan esemény, ami szerintem publikus, azért nagyon sokan tudják, hogy beléptél az apó szerepbe. És én nagyon kívánom neked, hogy a következő években nagypapa szerepbe is a családod szeretetét élvezni jó egészségben és mindenben, és szeretnék a te szavaiddal élni. Hát nem úgy, mint Sisák Tamás. Az egésznek egyetlen egy baja van, Józsi. Egy a dolog, mi bantója. Eltelt az idő. Úgyhogy én kívánok neked minden jót, jó egészséget és családok körében. Nagyon sok boldogságot. Nem is kéne ezt annyira várni, mert azért itt egy kicsit valahogy megváltoznak a
szerepek, és nem is ez, hogy az a mérföldkő annyira jó, de természetesen jó, úgyhogy átestem rajta, és ami miatt még, ameddig erre lesz lehetőség, úgy döntöttem, hogy maradok, nyilvánvalóan elsősorban a gyerekek, mert úgy azt érzem, hogy még most is sikerül alkalmasként egy csomó gyerekkel jó kapcsolatot kialakítani. Amíg fiatalabb voltam, meg ugye jöttek az évek, hol így, hol úgy, hol pedagógusként, osztályfőnökként, helyettesként, igazgatóként. Úgy augusztus 20-a után úgy bennem volt az a fajta vágyakozás, hogy jön a sulit, na ugye milyen lesz, tehát vártam az iskolát. És akkor a probléma most jön elő, hogy amikor úgy visszagondolok, hogy az előző évre, a mostani évekre is, úgy kérdezem is magamtól, hogy rendben van velem minden, hogy még mondjuk 45-6 év után is még úgy azt mondom, hogy várom az iskolát, és egyfajta várakozás van az emberben, hogy na, milyen lesz a következő év. Osztályfőnök voltam akkor vagy a gyerekek, amikor elmentek a vakációra, az udvaron találkozunk a tanítóval, akkor milyenek lesznek, mennyit változtak, és tényleg az ember úgy átélte minden egyes évben azt a fajta dolgot, ugye a gyerekek úgy nem felnőnek, hanem úgy egyik pillanatban a másikra úgy lépnek előre, ilyen korszakosan, elment hatodikosként, visszajött hetedikesként, és az ember azt látta, hogy nem hiszem, hogy két hónap telt el, hanem több idő. Úgyhogy ami miatt maradtam, az mindenképpen az, hogy még van bennem oda vagy a érzés, hogy van kedvem bejönni az iskolába, van kedvem bemenni órára. Én azt próbálják kedvenni egy erdőszög manapság. Azt mondom, hogy ez nem szabad feladni, és szerintem az iskolák pedagógusai közül szerintem mindenki így áll ehhez a kérdéshez. Sokszor panaszkodunk, meg bosszankodunk, de aztán azt mondja az ember, hogy új kezdés, és megint úgy megy be az ember, hogy lehet, hogy az előzőben úgy éreztem, hogy fölösleges fog törni magam ennyire a PPT-vel, meg a videóval, de következőre csak megcsinálom, és azt mondom, hogy akkor sem tegyem magam. Úgyhogy köszönöm szépen a kollégák minden munkatársam támogatását. Köszönöm az önkormányzatnak és polgármesterünknek is, hogy megfelejtettek el róla. És hát azért hosszú időn keresztül dolgoztunk együtt. Néha nyilvánvaló módon nem volt könnyű, de azt gondolom, hogy sikerült egy olyan iskolát összehozni itt Kiskalken, ahol a pedagógusok, bocsánat, fordítva talán inkább a gyerekek nyilvánvalóan, hogy először, hogy jól érzik magukat, és szeretnek járni, és sokan szeretnek egyébként, amikor az ember látja, hogy augusztus végén ott a tanévnyitó, akkor azért minden gyerek ragyog és örül annak, hogy itt van. Hát ezt mostan már egy kicsit fordítva mondják a dolgot, de van remény, nekik is, meg a kedves kollégáknak is, mert 3-7 van még hátra a tanévről. Köszönöm mindenkinek azt, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy dolgozhatunk, és a következő fejlődés után meg jó pihenést kívánok nektek is. Szeptembertől meg újra töltve, aminek a címe volt, az ugye kezdjük az évet, és hajlunk előre. Köszönöm szépen! Szeretettel mindenkit most már az ünnepségeket.
ünneplésnek azon részére, hiszen ez egy találkozási lehetőség, mégiscsak több intézményből vannak vagytok itt, és most már egy picit beszélgessünk, meghallgassuk meg esetleg Sisák Tominak elkülesült picit. Köszönöm szépen! Mozaikot a Kistelekvárosi Televízió közéleti magazin műsorát látták. Legközelebb jövő héten kedden jelentkezünk új műsorral. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!